mi vagyunk az Esperfall zenekar, innen a backstage-ből, és azért gyűltünk itt ma össze, hogy nagyon sokat beszéljünk arról, hogy mi, milyen lemezt készítettünk most, mik a következő terveink, és különböző egyéb finomságokat megtudjatok rólunk. Arra, hogy milyen lemezt készítettünk, arról igazából a közönségben a kritikusok tud egyértelmű véleményt mondani. Én nagyon-nagyon szeretem ezt a lemezt, amit sikerült összehoznunk. Ez egy nagyon, nagyon erős lelki út kezdetének a leírása. Tehát, hogy igen, ezt már említettük máshol is, nem tudok, lesz ennek folytatása, tehát hogy ez egy koncept lemez lesz még egy. Kettő, valószínűleg kettő. És hát nekem a spirituálisnak az útnak a kezdete, amikor padlóra kerül az ember, és így nagyon-nagyon mélyről szólnak ezek a dolgok, és a szövegek is elég megterhelőek lelkileg, de azért a negativitás ellenére nagyon-nagyon energikus, és nagyon át tudja érezni az embert. Nem is mondta, úgyhogy elkezdtünk beszélni a lemezről, de magának a lemeznek az a címe, hogy Act One, tehát első felvonás, Origins in Darkness, ez a lemez címe, és ez a Hammerworld mellékleteként jelent meg áprilisban, egyébként most már meghallgatható Spotify-on, Apple Music-on, az összes ilyen nagyobb streaming platformon, és hogy honnan indult, Nóri, talán erről te vagy a legrelevánsabb személy, aki tud nyilatkozni, ha már a dobosunk nincs itt. Honnan indultak ezek a témák? Ezek a témák minden egyes dal, egy olyan fázisa nagyjából, egy leképezése egy ilyen lelki harcnak, és az Zeknek, a dobosunknak az ötlete volt, hogy ilyen témákról írunk mindegyikről egy-egy számot, és ez az ő saját traumái, problémái, tehát ez volt a kiinduló pont, aztán eleinte ő írt régebben a szövegeket, most már ezt átvettem én. De mivel nekem is van jó oldal traumám, ezért egy nagyon szép mesh mix lett ebből, tehát gyakorlatilag úgy írtam le, úgy fogalmaztam meg ezeknek a dolgoknak az átérését, feldolgozását, hogy kicsit ilyen univerzális formában. Tehát nincs kimondva egyértelműen, hogy miről van szó, mindenki egy kicsit magáénak tudja érezni, és igen, tehát bele tud érni magát az ember, de mindenképpen kemény. Tehát egy másik ember lelki traumájából indulva, valahogy a szövegekbe én is belecsempésztem a saját tapasztalatmaimat. Az ő nevében nem szeretnék így nyilatkozni. Az én részemről mentális betegség mindenképpen van benne, bántalmazás is van benne, de ezek nincsenek kimondva, így egyértelműen. De aki átérti ilyet, aki volt esetleg ilyen helyzetben, annak egy döbbenetes, hogy úgy stressz pont el a szituáció, hogy az enyém is így érzem magam. Tehát ez volt a cél, hogy olyan szöveget tudjak írni, és úgy tudjam ezt átadni, hogy mindenki találjon magának benne valamit, amit tud kapaszkodni, hogy hoppá, ez ilyen az én életemben is volt, így én is éreztem magam, és ez csomagot ér. Minden egyes alkalommal, amikor én felmegyek a színpadra énekelni például, és nem tudom, hogy ezzel mondjuk Zach a dobosunk hogy van, szerintem neki is egy kicsit itt terápia jellegű, bár ugye neki nem kell szöveget átadni, tehát nekem kell énekelni, és ez minden egyes alkalommal gyakorlatilag újra és újra kell élni ezeket a traumákat, emlékeket, amiket így átadok, de ez ilyen abszolút terápia jellegű, tehát ott jelleg. Ki lehet adni színpadon, amit jut az emberbe, vagy amire visszaemlékszik, vagy hogy is vagy, amiről szóldal. De ez egyébként nem csak énekesként van így, hogy terápia. Ugye nekem a számok alapvetően nem terapeutikusak. Nem is az, hogy nem terápia, nem épp az, hogy maga a zene, azt nem tudom, mennyire terápiás jellegű, de még maga az egyáltalán egyébként, hogy a zenekarban, a zenélünk, és fel lehet menni a színpadra, és ott kötöttségek nélkül ezeket így elő lehet adni,
A mindennapi életben ez mindenképpen egy ilyen menedék, hogy tudod, amikor csinálod a munkádat, ami lehet, hogy nem olyan rossz, de lehet, hogy nem is olyan jó, és hogy van egy ilyen menedék a zenekar képében, ahogy oda tudsz menni, és ott ki tudsz engedni mindent. Ez egy nagyon fontos rész egyébként a zenekari létnek. Hát ugye ez a harmadik lemezünk, és az első nagy lemezünk, mindenképpen kiforrottabbak lettek a dolgok, és mindenképpen itt el kell sütni azt is, hogy a korábbi lemezekhez képest a keményebb részek még keményebbek lettek, a dallamosak pedig még dallamosabbak. És a magasak még magasabbak. Magasak még, így van, feszegetjük a tárba, engem viccenk, mert kicsikét viccre vettük, mert ugye ezeket a kliséket mindig el kell lőni, hogy milyen az új lemez, ha keményen, mint az előző, és dallamosabb, mint az előző. De összességében egyébként szerintem változatosabb. Ugyanis, mint földalszerző, én nagyon tudatosan odafigyeltem, meg odafigyelek mindig arra, hogy amikor egy koncepcióban gondolkodunk, mi lehet például egy nagy lemez. Szerintem fontos, hogy külön, kb. Külön entitások legyenek a dolog, és ne az legyen mind egyébként sajnos sok album esetében, még akár nagyobb zenekaroknál is, hogy így a negyedik számnál már így nem tudod, hogy hol tartasz, mert az az érzés, hogy ugyanazt a dalt hallod. És erre nagyon odafigyeltem, hogy ezen a lemez esetében nem idegen. És szerintem ez a régebbi anyagoknál talán nem ennyire egyértelműen, nem tűnik ennyire egyértelműen. A zenénkben sok olyan elem van, ami a 2000-es évek korai skandináv metal színteréből kölcsönöz bizonyos elemeket. Gondolok itt elsősorban például a korai Children of Bodomra, vagy a Sonata Arcticára, illetve még az ilyen dallamosabb death metal vonalról is vannak bizonyos témák. Igen, ez teljesen tudatos volt, tehát mi tisztában vagyunk azzal, hogy zeneileg most nem találtuk fel a spanyoliaszt, hanem már meglévő dolgokból építkeztünk, de mégis úgy érezzük, hogy ez sikerült a mi magunk képére alakítani. Igen, abszolút. Ezt egyébként tényleg, ezt több helyről is visszahalljuk, hogy a Children of Bodomra eléggé hajaz, ami szerintem nem meglepő. Én nagyon sokat zenéltem, meg jelenleg is zenélek Children of Bodom tribute zenekarban, úgyhogy ezek egy olyan hatások, amiket így nem is tudok, nem is akarok nagyon levetkőzni, az igazság. Amit szintén szoktak emlegetni, például Nightwish, ugye arra is így szokott hajazni, és igazából én magam is szoktam úgy definiálni a zenét, mint a Children of Bodomnak és a Nightwishnek a szerelem gyerekét. Tehát, hogy összeadjuk a kettőt, akkor valószínűleg kijön belőle az Esperfall, és esetleg még szokták még Arch Enemy. Eddig a legszebb definíció, amit hallottam, hogy Archbishop Bodom. Ja, igen. Ezt találok. Ja, egyetértek. Epikát is szokták mondani. Epikát? Még azt még éppenséggel nem hallottam Epikát. Én sem, csak szokták mondani, hogy hasonlít ezen. Nem úgy értem, hogy azt nem hallottam, hogy ezt mondták arról. De ami például érdekes, hogy szokták mondani... Nem szoktam felbaszódni egyébként, de amikor azt mondja valaki, hogy szimfonikus metal vagyunk, akkor mondjuk igen, mert hogy így amúgy semmi köze hozzá. És azért, mert tudom, az egyszerű hallgató meghallja, hogy ez egy magas hangú, néhol operás nőjének van benne, hát akkor a szimfonikus metal. Nem az. Egyáltalán nem az. Úgyhogy igen, a Bodom mellett ezt is szokták mondani, és az egyiknek örülünk, a másiknak kevésbé. Én legalábbis. Szerencsére elkezdett elég jól alakulni a nyarunk, tehát ahhoz képest, hogy egy-két hónappal ezelőtt még szinte semmi nem volt kilátásban, most legalább egy, nem is tudom, egy ilyen 5-6 koncert van, hogy te tudozok. Azt hiszem, hogy nyárta 4, és őszre már 2. És őszre is van 4. Hova is megyünk legközelebb?
lesz egy ilyen, hogy Balaton Rockfest. Rock Balaton Fest. Rockbalaton leszünk. Meg lesz valami Budapesten a Mompart kulturális központban. Igen, a Tormentor előtt. Tormentor előtt. Koncertek. Ez most az első számú fókusz, illetve a háttérben már nagyjából készül a második nagy lemezünknek az alapja. Azért ezeken még persze kell jó sokat dolgozni. Úgyhogy megyünk, nem állunk meg.